Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet- és emberismeretfejlesztő képzésén vagyunk. Én Csonka Erzsébet vagyok, a PPH egyik vezetője. Én Tóth Ferenc, szintén a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt náluk mindenki tegezi egymást, kortól és nemtől függetlenül. A PPH előtt én természetgyógyászként dolgoztam, mára viszont a PPH tanulói csoportszervezés a fő tevékenységem. Rákóczi falván élünk, családi helyzet párkapcsolatban. Azért kezdtem a Nyílt Akadémiánat tanulni, mert éreztem, hogy valami másra van szükség, mint amit addig tanultam. Nagyon sok évtizeden keresztül, majdnem 3 évtizeden keresztül. Itt a Nyílt Akadémiánál van egy olyan komplex tudás, ahol valóban megvan minden a hétköznapi élet, probléma megoldásaihoz, spirituális szemlélettel és Szedlacsik Miklós médiumi képessége által a teremtői üzeneteket is rendszeresen megkaphatjuk. Nagyon sokan tudják, akik régebb óta járnak, hogy Szedlacsik Miklósnak több képessége is van, a gondolatban feltett kérdésre is válaszol. Én 6 éve kezdtem a képzést, és én itt megtaláltam mindent, amit egyáltalán kerestem. Hát én azt tudom mindenkinek mondani, hogy itt megvan a tudás, a módszerek, az alkalmazási technikák, és segítség. Hát egy pár szót én is szeretnék szólni magamról. Eredeti foglalkozásom autószerelő, jelenleg még szivattyúgépészként dolgozom, de már a PPH csapatszervezést tekintem fő tevékenységemnek. Rákóczi falván élünk párkapcsolatban. Hát sok mindent olvastam és hallgattam én is. A régi bölcseletek azt mondják, hogy keresd meg a tudáshoz a hiteles tanítómestert, amit én megtaláltam itt Szedlacsik Miklós személyében és a PPH-ban. Tulajdonképpen én is végignéztem, minden több helyen jártam, természetgyógyászattal kezdtem én is, de ennyire összetett tudás, amit itt Szedlacsik Miklóstól tanulhatunk, máshol nem kapunk. És nem beszélve arról, hogy nagyon sokat is tud segíteni, tehát egy nagyon jó dolog, hogy van kihez fordulni. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs, boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, a képességei és a tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló, a mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja, bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk és vezetőnk küldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, mesterünket, Szedlacsik Miklós, mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Mi baj van a jelenlegi világgal egyébként? Hát az biztos, hogy kiszámíthatatlan. Nem arra halad, amerre kéne. Nem arra halad, amerre kellene. A, és még? Irányítja. Elnyomói világot. Elnyomói világot élünk? Mit értesz azon, hogy irányítják? Mit irányítanak? Hát
Hát nem tudják az emberek merre haladjanak, akkor irányítani kell őket, nem? De lehet simán, ha nem tudják, egy ember ha nem tudja, hogy merre haladjon, akkor simán lehet rossz irányba irányítani őket, simán. És nagyon érdekes, mert körülbelül a lakosság úgy 1%-a tudja, tehát 100 emberből egy, hogy merre kellene haladnia. És a 99 az irányított, ami azt jelenti, hogy arra megy, amerre irányítják őket. És ugye sokkal könnyebb rossz irányba irányítani valakit, mint jó irányba. Sokkal könnyebb. Tehát sokkal könnyebb rosszat csinálni, mint jót. Nem? Csak az a helyzet, hogy a rossznak rossz utóhatása van, arra az illetőre nézve, aki rosszat csinál. Ha jót csinál az ember, annak jó utóhatása van arra nézve, aki jót csinál. És ugye az emberek ezzel nincsenek tisztában, pedig hát ez még a Bibliában is benne van, meg minden vallásban benne van. Nincs olyan vallás, amiben igazából ne lenne benne, tehát valódi vallásokról van szó. Tehát nincs olyan vallás, valódi vallás, amelyikben ne lenne benne, hogy hát jót tegyél, hogy jót, jó legyen az életed. Tehát ez mindenütt benne van. De az emberek fittyet hánynak ezekre a dolgokra, és azt gondolják, hogy egy dolog fontos. Méghozzá az anyag. Hogy az a fontos, hogy minél több anyaggal rendelkezzen maga az egyén. Pedig van egy érdekes dolog ezzel kapcsolatban, de mindjárt megnézzük, jó? Hogy mi is az. Na nézzük, gyorsan haladjunk oda. Tehát el kellene érni az embereknek egy szellemi, illetve egy lelki fejlődést. A szellemi fejlődés révén lehet eljutni a lelki fejlődésre. Tehát lelki fejlődés. És ugye vajon ha megnézzük, akkor az embereknek mi a fontos? Tehát körülnézel a környezetedben, lehet, hogy magadat is beleértve, és akkor ezek közül megkérdeznéd a legtöbb embert, hogy mik a legfontosabbak ebből a 6-ból vagy 7-ből, azt mondaná, hogy nyilván először is a túlélés, utána pedig a biztonság. Ezt mondaná az ember. És a többi, az mondhatjuk azt, hogy az emberek számára kevésbé fontos. Csak van ezzel kapcsolatban egy kis gubanc. Mondhatnánk azt, hogy gond. Tudjátok micsoda? Az, hogy a biztonság az ugye magasabb szinten van, mint a túlélés, de nem kívülről fakad, hanem a biztonság az belülről fakad, ami azt jelenti, hogy ha egy ember biztonságban érzi magát, akkor biztonságban van. Oké? És ha egy ember biztonságban érzi magát, akkor túlél. Tehát gyakorlatilag a túlélés az egy következmény. De a biztonság is egy következmény. És az emberek a biztonságot azt kívülről akarják megszerezni. De kívülről gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy csak idéglenes jelleggel tudja az ember elérni.
Tehát ami azt jelenti, hogyha az ember nem érzi magát biztonságban, akkor a túlélése is veszélyben van. Mit jelent a túlélés? Az, hogy nem addig él, ameddig szeretne. Tehát idő előtt meghal, úgy is lehetne mondani. Na most, de van egy ezeknél egy jóval fontosabb dolog, amiből fakad gyakorlatilag ez a kettő. Tehát még egyszer, ha biztonságban vagy, akkor túlélsz. Érted? Ha egy ember úgy érzi, hogy nincs biztonságban, akkor minél inkább érzi, hogy nincs biztonságban, annál rövidebb az élete. Oké? Nem fogok tanítást adni. Ez most egy olyan jellegű tanítás, amit a spirituális előadók szoktak tartani, hogy megoldást nem adnak. Mert én adok megoldást, csak nem a díjmentesben. Én informálok arról, hogy hogy működik mondjuk a díjmentesben az élet, de arról a díjmentesben nem informálok, hogy hogy old meg. Oké? A megoldás az mindig technika, és mindig lépések sorozata, és az nem a díjmentesünk része. Tehát most olyan előadást fogok ebben a részben tartani, erről a témáról, ahol megoldást nem adok. De ha te részt vennél a képzéseinken, a nem díjmentes képzéseinken, ami a bolygón a legkedvezőbb, áruképzés, tehát díjú képzés, ez azt jelenti, hogy ha nem veszel részt, nem lesz megoldásod. Ha részt veszel, akkor megoldást is kapsz. Na nézzük tovább. Tehát még egyszer ott tartottam, hogy a biztonságban, ha valaki biztonságban érzi magát, akkor túlél. És addig él túl, ameddig biztonságban érzi magát. Érted? Tehát ez így működik. És minél kevésbé érzi magát biztonságban egy ember, annál hamarabb meghal. Mindegy, hogy milyen halálnemben, jó? Most ez most részletkérdés ebből a szempontból. Oké? Akár előszakos halálnemben. Na most, de ezeknél van egy sokkal fontosabb dolog, amit az emberek nem tudnak. Amit meg kellene teremtenie az embernek. Oké? Tehát ami nem belülről fakad, mert a biztonság az belülről fakadó érzet. Tehát egy valakinek nincs belülről fakadó biztonság érzete, akkor nem érzi magát biztonságban. Ezáltal túlélését rövidíti. Minél inkább nem érzi magát biztonságban, annál inkább rövidíti az életét. De van, mondom, ennél egy sokkal fontosabb dolog, és az nem a testedhez kapcsolódik. Ugyanis egy ember, ugye amikor biztonság érzete van, akkor a legtöbb ember, mit tudom én, mondjuk 100-ból 99 biztos, azt gondolja, hogy a teste van biztonságban. Érted? A teste. Tehát magyarul ilyen biztonsági tényezők vannak, hogy van eleget enni, van elég stabil hely, ami által az ember biztonságban érzi magát, tehát mondjuk az épület, ahol lakik, az számára biztonságos, stb. Stb. Van elég mit inni, elég a fűtés, hogy ne fázzon az ember, elég a ruházkodás, hogy meglegyen, még a szórakozását is ki tudja elégíteni, mert van elég jövedelme, meg tud venni azt, amit szeretne, és akkor azt gondolja, hogy ezáltal ő biztonságban van. Ami minden része a testre vonatkozik. Aminek minden része a testre vonatkozik.
És igazából van egy tested, ami most gondold végig, hol lennél a legnagyobb biztonságban? Mint test? Gondold végig. Nem. Hát most emberként, nem csecsemőként, felnőtt emberként. Hol lennél a legnagyobb biztonságban? Erre egy válasz van. Nem. Börtönben. De. Börtönben egy magáncellában? Hogyne, abszolút biztonságban lennél. Érted? Tehát ha megnézed, ugye a börtön az egy élőhely, mert sokan élnek ott. Nem? A betonbunker az nem élőhely. De élőhelyről beszéltem. Tehát gyakorlatilag a legbiztonságosabb hely az egy börtön. Érted? Nem vicc. Sokan azért, hogy az életüket megmentsék, bevonulnak börtönbe. Nem vicc. És ott biztonságban vannak. Érted? Főleg ugye, hogyha az magánzárka. Senki nem tudja ott bántani. Érted? Tehát megnézed, a legbiztonságosabb hely ma egy test számára a börtön. És ezzel ki is fejeztem ennek a problematikáját. Mert ezáltal, hogy biztonságba helyezzenek téged, hát gyakorlatilag börtönhöz hasonló körülményeket kell létrehozni az emberek számára, és akkor teljesen jó a dolog, mert biztonságban fogják magukat érezni. Világos voltam? Nehogy azt mondd, hogy nem erre felé halad a világ. Ha azt gondolod, hogy nem erre felé halad a világ, akkor te hülye vagy. Ami azt jelenti, hogy nagyon tudatlan. Érted? És marhára nem szeretnek emberek, mikor ilyen keményen fogalmazok, például ezt a marhárát sem szeretik, meg azt sem, hogy azt mondom, hogy hülye. Mert ezzel leértékelem az embereket. Mert valami baromi mód föl lehet őket értékelni, mert olyan okosan cselekednek itt a bolygón az emberek, hogy csak fölértékelni lehet őket. Vagy nem? Hát ugye mondhatjuk azt, ráadásul akinek nem inge, az nem veszi magára. Mit jelent az, hogy nem sértődik meg? Ha valaki megsértődik, akkor miért sértődik meg? Mert öltözködik. Miért? Hát mert sajnos rá vonatkozik az a dolog. Ha meg valakinek az inge, hát akkor öltözködjön, ahogy Hofi is mondta. Szóval gondold végig, errefelé halad a világ. Az emberek azt akarják, hogy biztonságban legyenek, akkor börtönre van szükségük. Mit jelent a liberális börtön? Bárhol megfigyelnek, akár otthon. Oké? Bárhol lehallgatnak, akár otthon. Érted? Oké? Ha börtönben is ezt csinálja. Oké? És bármit csinálsz, kontroll alatt csinálod. És csak azt csinálhatod, amire utasítanak. Mint a börtönben. De nem kell kifizetni a börtönnek a költségét, hiszen otthon leszel a börtönben. Érted?
És ez egyszerűen létrejön azért, mert te úgy gondolod, hogy a biztonság az kívülről fakad. Érted? És igazából azt gondolják, s egyre többen a bolygón, hogy a biztonságukhoz ez tartozik, hogy megfigyeljék, lehallgassák, stb. Stb. Hogy megmondják neki, mit csináljon, mert akkor biztonságban lehet. Érted? Na most, ez a testünk. Nézd meg! A tyúkot is, ha berakod egy olba, ugye a tyúknak nem sok esze van. Ezért mondják, hogy tyúkeszű. A tyúkot, ha berakod egy olba, akkor a rókával szemben nagyon, sokkal nagyobb biztonságban van, mint ha kint hagyod, hogy menjen szana szét. Nem? És mi érdekes, mintha az emberek a tyúkból indulnának ki. Hát a tyúkeszűek, tudod? Hát ha jobban tetszik neked, hogyha nem azt mondom, hogy hülye, hanem az, hogy tyúkeszű, akkor mondhatom innentől kezdve azt is. Mert a tyúkeszű, hát a tyúk az nem csúnya szó, meg az eszű se. Nem? Szóval, lényeg az, hogy akkor mi a megoldás? Van egy sokkal fontosabb, tehát a test, ha te testbirtokló vagy, szó szerint, tehát magyarul abszolút birtokolni akarod a testedet, akkor ahhoz az kapcsolódik, tehát mit jelent? Hogy birtokolni akarod az anyagot. Tehát azt gondolod, hogy ez egy természetes dolog, hogy az ember akar birtokolni. Aha, és utána elviszed a sírba? Biztos, hogy nem. Oké? Okay? Tehát testbirtokló vagy. Magyarul az anyag érdekel téged, és semmi más. Világos ez? És mindent azért teszel, hogy az anyag magadban, körülötted az viszonylagos rendben legyen, biztonságban legyen. Oké? Okay? És ezáltal gondold végig. Például ott voltak a rabszolgák. Ugye a rabszolgákra vigyáztak, hogy ne essen kár bennük, mert hát érték volt, mert ingyen dolgozott, csak a kvártéért meg a kosztért dolgozott. Oké? Okay? Meg a ruháért. Ennyi. Oké? Okay? Igaz? Aha, és nem ilyen világ felé haladunk? Hm? De azért haladhatunk ilyen világ felé, mert ez az emberek igénye. Érted? Nem is tudom hány évtizeddel ezelőtt megmondták azt, hogy az emberek kérni fogják azt, hogy inkább feladják a szabadságukat, csak biztonságban lehessenek. És tudod, kik gondolkodnak így? Akik az anyagot akarják birtokolni. De ha az ember nem képezi magát, és nem tanul egy olyan dologról, ami sokkal fontosabb bennünk, mint a testünk, mert az bennünk van,
Jó, a szerveid is benned vannak. Mondhatjuk, hogy van egy idézőjelben olyan szerved, amiről nem tanulnak. És ez pedig a lélek. A lélek, ugye erről sokszor hallhattatok már tőlem, hogy egy olyan energia, értelmes energia lény, amely sokkal, de sokkal értékesebb, mint a tested. Világos ez? Na most gondold végig, melyik az értékesebb? Egy olyan dolog, ami mulandó, méghozzá mondjuk átlagosan 80 év alatt elmúlik, vagy egy olyan dolog, ami végtelen élettartamú. Melyik az értékesebb? Hm? Hát erre azt tudod mondani, hogy a tested az érdekesebb, akkor te bolond is vagy, nem csak hülye. Ennyi. Most gondold végig, a tested nem bírja a nagy hőt. Nem bírja a nagy hideget. Védekezni kell ellene. Melyik az értékesebb? Egy olyan részed, amelyik nem bírja a hőt, nem bírja a hideget, védekezned kell, vagy egy olyan, amelyiknek nem számít, hogy hideg van, meleg van. Nem számít, hogy az milyen magas hőmérséklet, vagy milyen alacsony hőmérséklet. Nem kell védeni. Melyik az értékesebb? Ahhoz, hogy közlekedj, szert kell tenned a testednek szállító eszközre. Vannak lassan szállító eszközök, mint például a lábad, ez elég lassan szállító. A bicikli annál több, nem? Gyorsabban haladsz vele, de már vannak olyan gépjárművek például, amely gyorsabb, mint egy bicikli. Érted? Sőt, van repülő is, meg rakéta is, ami vinni tudja a testet. De most gondold végig, hogy mondjuk a Föld túloldalára eljuss ma közlekedési eszközzel, mennyi időt vesz igénybe? Mondjuk 22.500 kilométer. Fős túlsó fele, ugye 45.000 kilométer a teljes kerülete a bolygónak, tehát az 22.500 kilométer. Mennyi idő alatt jutsz oda? Mondjuk, ha az a repülő 900-zal megy. 900. Hát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy 24 óra alatt ér oda. Érted? Ha megállás nélkül megy. 22.000 kilométer. Az jó nagy gép kell, hogy menje 22.000 kilométert, mert jó sok üzemanyag kell bele. Érted? Mert különben le kell szállnia, tankolnia. Így van. Na szóval, gondold végig, hogy mondjuk egy nap kell, hogy eljuttasd a testedet mondjuk a bolygó másik felére. Érted? A lélek közlekedési sebessége az pedig azt jelenti, hogy mondjuk egy pillanat alatt a bolygó túloldalán tud lenni a lelked. Érted? Tehát a gondolat sebességével. Tehát elképzeled, és már ott vagy. Érted? Kigondolod, és már ott vagy. Nem csak a bolygón, hanem a világegyetemben ilyen sebességgel közlekedik a lélek. Akkor megkérdezni, melyik az értékesebb, a tested, vagy a lelked? Melyik az értékesebb? Csak a lélek. Tehát az egyik ről állandóan gondoskodnod kell, etedned kell, itatnod kell, óvnod kell, a másikat nem kell etetni, a lelket, nem kell itatni, érted? Nem kell, mit tudom én, kinyomkodni magadon a pattanást, a lelkedet, tudod? Más is egy gondoskodás, hogy nyomkodod a pattanásaidat. Érted? Nincs pattanása. Na. Erre varják gombot. Akkor melyik az értékesebb? Amelyiken vannak pattanások?
Vagy ahol nincs. Ha? Egy az értékesebb. Gondold végig. És mire van szüksége? Tehát a testednek mire van szüksége? Biztonságra, nem? Tehát hogyha teljesen rabszolga leszel, tehát gondold végig, annak idején a rabszolgák biztonságban voltak, mert bezárták őket, érted? És nem tudták se ellopni őket, nem tudott káresni rajtuk, mert vigyáztak rájuk, érted? Mire van szüksége a léleknek? Tehát ha azt mondod, a testednek biztonságra van szüksége. Mire van szüksége a léleknek? Tudod mire? Nem. Szabadságra, bizonyám. Szabadságra. Érted? Tehát a léleknek szabadságra van igénye. Na most. De a szabadságot, az nem érzés. A szabadság az nem érzés. Nem olyan, mint a biztonság érzet. Érted? Az nem egy érzés. Tehát két ugyanolyan ember, ugyanolyan körülmények között élő ember, teljesen ugyanolyan körülmények között. Ha az egyik azt mondja, hogy ő nincs biztonságban, akkor nincs biztonságban. A másik azt mondja, hogy biztonságban érzem magam, akkor ő biztonságban van. Érted? És ugyanolyan két emberről beszéltem. Nézzük meg ezt a szabadság kérdést. Tehát a szabadság az nem érzet. Tehát egy börtönben élő nem tudja azt mondani, hogy ő szabadnak érzi magát. Tudod, mi a szabadság? Egy szóban, vagy egy mondat, rövid mondatban megfogalmazva? Nagyon egyszerűen meg lehet határozni, hogy nincs, álljál mindjárt, a szó eszembe jutott, de segíthettek ebben a szóban, hogy nem, nem, akkor, ja igen, megvan a szó, eszembe jutott. Ha nem kell muszájból cselekedned, akkor vagy szabad, ha nem kell muszájból cselekedned. Világos voltam? Ilyen egyszerű. Ez a szabadság. Bármikor muszájból cselekszel, már is nem vagy szabad. Na, erről hallottatok már, akkor nagyon okos és ügyes vagy. Mert nem hiszem, hogy erről hallottál. Tehát ami azt jelenti, hogy azt kellene elérned, mint ember, nagybetűs emberként, hogy olyan életed legyen, hogy ne kelljen muszájból cselekedned. Világos voltam? És megtehesd azt, hogyha nem akarsz valamit csinálni, akkor majd akkor csináld, mikor akarod. Világos ez? És nem akkor, amikor muszáj. Például, hogy akkor csináld, mikor van hozzá kedved. És azt mondod, hogy hát ez kikapcsolódásként most tök jól jön. Csak most mondtam egy példát. Érted? Vagy változatosságként jól jön. Érted? Nehogy azt mondd, hogy nincsenek muszájok az életedben. Napi szinten, vagy heti szinten, mennyi muszáj van? Folyamatosan, így van. Minél több muszáj van az életedben,
annál inkább nem vagy szabad. Világos voltam? És az tök mindegy, hogy milyen muszáj, hogy kívülről fakadó, vagy belülről fakadó muszáj. Hogy azt mondod, hogy azért muszáj, mert azt mondták, hogy csináljam meg, vagy azért, mert azért muszáj, mert úgy érzem, hogy muszáj most megcsinálnom. Érted? Tök mindegy. És akkor úgy megkérdezném, hogy hogy leszel szabad? Ugyanis, ha az ember szabad, tehát ami azt jelenti, hogy nincsenek muszájok az életében, vagy csak nagyon-nagyon ritkán, akkor azt tudod, mit eredményez? Hogy létrejön a biztonság. Világos ez? Tehát egy olyan ember, aki szabad, az biztonságba érzi magát. Érted? És annak mi a következménye, ha az ember biztonságba érzi magát? Túlélni. Így van. Az képes túlélni. Világos ez? De felőlem, te úgy éled az életedet, hogy akarod. Én tudok neked segíteni abban, hogy szabad legyél, és ezáltal biztonságba érezd magad. És ezáltal túlélésed, de ne legyen gond. Világos ez? Te felőlem, ha te ugyanúgy éled tovább az életedet, ahogy élted eddig, nem az én problémám, hanem a tied. Világos ez? Képzeld, de nekem is volt a héten két muszájom, három. Rosszul is esett. Az egyik muszáj az volt, hogy hétfőn volt nálunk lomtanítás. És kellett hozzá alkalmazkodnom. Másik, hogy csütörtökön édesanyámnál volt lomtanítás. Kellett hozzá alkalmazkodnom. Meg volt még egy muszáj. Édesanyámnál megnőtt a fű, le kellett vágni. Érted? És az is muszáj volt. Mert ha még várok, akkor még nagyobb lesz, és még nehezebb levágni. Érted? Ezek muszájok. De volt a héten három muszájom. Neked mennyi volt? Most vasárnapot írunk. Érted? Egy hét alatt volt három muszájom. Amit túléltem. Érted? Mert nem túl sok volt. Neked mennyi volt a egy hét alatt? Hány muszájod volt? Hát biztos, hogy aki dolgozik rendszeresen alkalmazottként, vagy kényszervállalkozóként, annak tudja, hogy ott vannak a muszájok. Érted? Na most gondold végig, tehát ezt, amit most mondtam, nem kell elhinni. Nekem aztán tök mindegy, hogy mit hiszel, vagy mit nem. Csak az a helyzet, hogy én nem csak tudom, hogy ez így van, hanem meg is győződtem róla. Érted? Tehát a szabadság hozza létre a biztonságot. Ezért nem érzik magukat az emberek biztonságban. Sőt, egyre inkább nem érzik magunkat biztonságban. Oké? Minél nagyobb kontrollt kapnak, annál kevésbé érzik magukat biztonságban. Világos ez? Például egy, mit tudom én, egy milliárdosnak minél több testőre van, minél több kamera van, megfigyelés, annál kevésbé érzi magát biztonságban. Érted? Miért? Mert nem szabad. Érted? Nem szabad. Tehát a szabadsághoz ezáltal még tartozik egy nagyon fontos dolog. Nem elég,
hogy ne legyen muszáj az életedben, hanem az ember úgy működik, hogy mivel ezen a bolygón semmi nem véletlen. Semmi. Minden, ami történik veled, vagy a lelked szervezte, vagy negyedik dimenziós lények szervezték. Tehát olyan lények, akik azért vannak itt a bolygón, hogy megszervezzék azokat az eseményeket, amit neked meg kell élned. Ezeket úgy hívjuk, hogy angyalok. Oké? Hogy milyen megbízatásból vannak itt ezek az angyalok, tehát hogy most az védő angyal, vagy őrző angyal, vagy bármi más, az most ebből a szempontból részletkérdés. Tehát ezáltal semmi nem véletlen ebben az életben. Tehát nem véletlen, amit mondtam a legelején, hogy az összes vallás arról beszél, mindegyik, tehát a normális vallásokról beszélek, hogy tegyél jót, és akkor jó lesz az életed. Ha rosszat teszel, rossz lesz az életed. Oké? Tehát valószínűleg ezt már akkor, mikor ezeket a vallásokat létrehozták, már rájöttek erre. De a mai ember az ennél sokkal okosabb. Azt gondolja, hogy hát ilyen nem érdekes, egy számít, hogy a testemnek megadjak minden anyagot, az anyagnak megadjam az anyagot, akármi áron. Ez számít. Vagy rosszul látom? És ugye miért gondolják? Mert olyan okosnak képzelik magukat az emberek, hogy ők ezt tudják. Aha. És akkor mondok erre egy dolgot. Jó, ez egy tanítás. Ki lehet számolni, hogy mi a küldetésed? Minden embernek körülbelül 3 perc alatt meg tudom mondani, hogy mi a küldetése. Ehhez annyit kell mondania, hogy mikor született. És részletesen el tudom mondani neki, hogy mi a küldetése. De a bolygó egyharmada működik csak úgy, hogyha nem azt csinálja, ami etikus, akkor elég hamar megkapja érte a büntetést. A bolygón lévő emberek 2/3 csinál egy nem etikus dolgot, az majd egyszer megkapja érte a büntit. Érted? Majd egyszer. Valamikor. És abból talált ki. Tehát a bolygó 2/3 honnan fogja kitalálni, hogy miért kaptam büntit? Miért lett egy probléma az életemben? Vajon mit csinálhattam a múltban rosszul? Hogy fogja kitalálni, hogy mondjuk 20 év múlva kapja meg? Sehogy. De még akkor se, ha 2 év múlva kapja meg. Érted? Az 1/3 az gyorsan megkapja érte a büntit. Ez jó. Mert az ember, ha ismerete van, már pedig most pont ilyenekről tanulunk, nem a díjmentesben, hanem a kócsképzéseinken, a kócs azt jelenti, hogy ember és életjobbító, legalábbis a mi értelmezésünkben. Ilyeneket is tanulunk, hogy jöjjön rá az ember arra, hogy milyen problémának mi az oka. Oké?
De hát te biztos jobban szereted azt a gondolkodást, hát ugye az életed úgyse befolyásolható, mert a véletlenek alapján működik. Nekem ez is tök mindegy, hogy te ebben kapcsolatban hogy gondolkodsz. De gondold végig. Melyik lenne jobb az életedben? Az, hogy úgy gondolod, hogy minden véletlen alapján működik, vagy úgy, hogy mindennek okozati összefüggése van, és ha ismerem ezeket az okozati összefüggéseket, akkor tudom úgy élni az életemet, hogy annak tudjam, hogy mi lesz a következménye. És ne tegyek a jelenben olyat, amiről tudható, hogy negatív következménye lesz. Érted? És erre van az, hogy sok embernek némi nemű ismerete van ezekkel kapcsolatban, némi nemű, és akkor azt gondolják, hogy akkor az a jó módszer, hogy nem teszek semmit. Mert akkor nem teszek olyan dolgokat, amivel kárt okoznék. Érted? Csak ezt úgy hívják, hogy mulasztás. És a mulasztás is ártó tett. Tehát amikor az ember cselekedhetne jót, de fél attól, hogy az rossz lesz, mert nincs elég tudása, hogy kiértékelje, hogy az vajon helyes vagy helytelen, ezért nem tesz semmit, elmulaszt dolgokat, és ugyanúgy megkapja érte a büntit. A büntik megjelentkeznek négy területen. Betegség, baleset, családi probléma, vagy anyagi probléma ezeken a területeken. Hát nem lenne jobb tudást szerezni ahhoz, hogy az ember ismerje az élet és az ember működését? Nem lenne jobb? Tehát az a jó, hogy tudatlanul éljük az életünket? És akkor arról nem is beszélve, hogy gyakorlatilag akikkel én az elmúlt 12 éve bárkivel beszéltem, senki nem tudta előre a küldetését. Tehát azelőtt, mielőtt beszéltem volna. Tehát magyarul kiderült az elmúlt 12 évben, hogy senki nem tudta, hogy mi a küldetése. Senki. Pedig elég sok emberrel beszéltem az elmúlt 12 évben, elhihetett. Mit jelent a küldetés? Csak hogy tisztázzuk ezt a fogalmat. Amiért leszülettél, egy olyan dolog, szó szerint értheted a dolgot, nem munka, de dolog. Ami azt jelenteni, hogy megtanulod, gyakorlod, és továbbadod másoknak. Oké? Okay? És ezt a tudást ugye akkor tudsz igazán valamit, ha tudod tanítani is. Meggyakorolni is tudod. Tehát gyakorlatban is tudod, és tudod az elméletet és a gyakorlatot is tanítani. Érted? És mindenkinek van egy ilyen küldetése. Mindenkinek. Nehogy azt itt, hogy neked nincs. Hát ha nincs születési dátumod, akkor valóban nincs neked ilyen küldetésed. De én úgy gondolom, hogy mindenkinek van születési dátuma, nem? Most akkor onnantól kezdve mindenkinek van küldetése. És akármilyen hihetetlen, amit mondok, ezt a küldetést, azelőtt, mielőtt megfogantál, azelőtt választotta a lelked. Érted? Még akkor az előző életi tudásod megvolt.
Oké? Sőt, ha volt kérdésed, mint lelked, mint léleknek, akkor tudtak neked válaszolni a létközi állapotban, és ezáltal a legjobb döntést tudtad hozni lélekként. Oké? Miért? Mert olyan magas ismeretekkel rendelkezett az a lény, amely válaszolt a kérdésedre, ami földi emberként felfoghatatlan. Oké? Tehát amit azt lehet mondani, hogy rendelkezett az a lény a minden tudás képességével. Világos ez? És ezáltal te reálisan ki tudtad választani, hogy mi lesz ebben az életben a küldetésed. Világos voltam? Akkor is, ha természetes módon születtél, akkor is, ha megcsászároztak, akkor is, ha éppen a doki azt mondta, hogy ó, hát éppen Szabim leszek akkor, amikorra ki van írva, kedves édesanyja, és akkor császározzuk meg hamarabb. Még akkor is. Érted? Szóval lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, hiszünk dolgokat, és közben a valóság az eltér attól a hiedelemtől, amit a legtöbb ember hisz. De megmondom őszintén, ebből a szempontból is, nekem tök mindegy, hogy te mit hiszel. Érted? Mert a te életedről van szó. Neked nem lehet mindegy, hogy mit hiszel. Ugyanis az embernek azt kell hinnie, ami az ő számára jobb azzal a hittel szemben, amit esetlegesen addig hitt. Oké? De hát te azt gondolod, hogy a te hited az be van betonozva. Hát ha neked van egy téves hited, akkor ne csodálkozz, hogy nem tudsz majd olyan életet, vagy már nem tudsz olyan életet, vagy még eddig sem tudtál olyan életet élni, mint amit esetleg emberként szeretnél. De ez a te döntésed. Az is a te döntésed, hogy mit hiszel, miben hiszel, meg az is a te döntésed, hogy mit teszel. Okay. Itt van egy különleges lehetőségük, akik itt vannak, olyan dolgokat tanulhatnak egy szervezeten belül, egy közösségen belül, ami teljesen páratlan a bolygón, egy szervezeten, egy közösségen belül. Mondom, páratlan. Lehet, hogy ezt a tudást meg tudnád szerezni mondjuk 20 másik szervezetben. Ha de neked az szimpatikus, legyen. Csak tudod, mi a baj ezzel? Az, hogy az időnk véges. Mert ahhoz, hogy egy ember aktívan tanuljon, és megfelelő tudást szerezze, tehát a megfelelő tudáshoz az aktív tanulás szükséges, nem a passzív. Mi a passzív tanulás? Az azt jelenti, hogy hát mondják meg nekem a frankót, és meg is mondják mondjuk a frankót, de hát elkezdi vakargatni a fejét, hogy hol fogom én ezt begyakorolni?
Az aktív tanulás pedig azt jelenti, hogy megkapja az információt, és van hely, lehetőség, ahol az ember gyakorolhatja azt, amit tanult. Érted? De azt szeretném mindenkinek mondani, hogy az embereknek most már több mint 120 éve saját akaratuk engedélyezett. Ami azt jelenti, hogy a saját akaratoddal, jelenlegi akaratoddal felülírhatod azokat a programokat, amit vállaltál, vagy amiben segítenének azok a lények, akik azért vannak itt, hogy segítsenek nekünk. Te ezt felülírhatod. És nyugodtan, saját akarattal tönkre teheted a saját életedet. Semmi gond nincs ezzel. Csak tudod, mi a baj? Hogyha lehet, hogyha tönkre teszed a saját életedet, akkor tönkre teszed a közvetlen hozzátartozóid életét is. Ezzel ez a baj. És ez a saját akarat miatt van. Tehát neked nem kell elfogadni azt, hogy neked tanulni, fejlődni kellene, hogy a küldetésed teljesíts. Nem kell elfogadni. Nyugodtan mondhatod azt, hogy nem, nem érdekel, hogy ez a hapsít mit dumál nekem. Ez a Szedlacsik nevezetű. Nem érdekel. Majd én tudom a frankót, és majd úgy csinálom, hogy én akarom. Nem, hogy már nekem egy Szedlacsik megmondja. Nem én mondom meg. Nem tudom-e, tudsz-e beszélgetni a fentiekkel. Kapsz-e tőlük közvetlenül megfelelő instrukciókat? Rendszeresen. De nem csak olyat, hogy na most ezt tegyed, azt nem, azt ne tegyed, hanem olyanokat is, hogy mi miért van úgy. Érted? Mert én egyszerűen csak közvetítem azokat az üzeneteket, amit nekem közvetítenem kell. És pontosan kidolgoztam azt, hogy milyen tudást kell átadni az embereknek. Segítséggel dolgoztam ki. Nehogy azt hitt, hogy mindent magamtól. Fentiek segítségével. Ma a bolygón nincs még egy ember rajtam kívül, aki jobban tudná, hogy mire kell tanítani az embereket, mint én. Tehát akár bármilyen vallási vezetőt, akárkit figyelembe véve. Oké? Nem véletlenül nekünk ezt adták, ezt a feladatot, hogy készítsük fel az emberiséget az aranykorra. Nem véletlen. Oké? Miért nem mások kapták? Miért mi kaptuk? Mert itt van az a tudás, ami ahhoz kell, hogy bekerülhess az aranykorba. Érted? Mert azokat a dolgokat ráadásul, amit én megéltem, bolygószinten nincs még egy ember, aki megélt. De te azt csinálsz, amit akarsz, nekem aztán tök mindegy. És akkor azt mondják erre, hogy nagy képűség, amiről én beszélek. Ezt mondják, hogy milyen nagyképű ez a Szedlacsik. A Szedlacsik nem nagyképű, hanem tudja a dörgést, tudod? Ez a különbség. Ami azt jelenti, hogy tudom, hogy minek mi lesz a következménye. Érted? Tehát az, hogy valaki tudja, hogy minek mi lesz a következménye, az nem nagyképűség. Világos voltam? Ami annyit jelent, hogyha 2035-re itt a bolygón nem lesz aranykor, akkor megnézheted magad.
Oké? De ha tanulsz, és nem lesz ezen a bolygón aranykor, akkor kimentenek erről a bolygóról. Emberként kimentenek. Mert van egy olyan bolygó, ahol aranykor van, és oda át tudnak telepíteni. Világos ez? Ami azt is jelenti, hogyha nem éred el az aranykort, tehát nem lesz itt ezen a bolygón aranykor, mert ellenállnak az emberek az aranykor hatásától, vagy az aranykor információjától, ellenállnak, akkor az azt jelenti, hogy aki nem tanul, az azt jelenti, hogy ezen a bolygón nem lehet 35 után ilyen módú élet, mint ami most van. Oké? Ami azt jelenti, hogy kiirtódik innen az emberiség, és a lelkeket áttelepítik egy olyan bolygóra, ahol lehet folytatni tovább ezt az inkarnációs folyamatot. Világos ez? És most azt, hogy hogy írtják ki? Ebből a szempontból már elmondtam, hogy hogy történik, de most részletkérdés. Érted? De hogy erre a földre nem fogsz tudni tovább inkarnálódni, az olyan biztos, mint hogy erről én most beszélek. De most a 2035 utáni időszakról beszélek. Ha viszont aranykor lesz, és esetleg valaki nem éli meg az aranykor, de tanult, és ideinkarnálódhat, akkor beszületik egy olyan családba, ami azt jelenti, hogy aranykori család. Oké? Mit jelent az aranykor? Az aranykor azt jelenti, hogy nincs elnyomás, nincsenek elnyomók. Magas rezgésűek az emberi lények. Oké? Tehát ennek a bolygónak az emberiség határozza meg, hogy milyen magas a rezgése. Ha az emberiség rossz állapotú, akkor a bolygónak alacsony a rezgése. Ha az emberiség jó állapotú, a bolygónak magas a rezgése. És ez kulcskérdés. Ez az alfája és az omegája ennek a kérdésnek. Minden ebből indul ki. Mert attól függ a bolygó jövője is, hogy el tudjuk-e érni azt, hogy ennek a bolygónak magas legyen a rezgése. És az csak úgy érhető el, még egyszer mondom, hogyha az emberek rajta magas rezgésűek. És hogy ez miért van így, ezt már elmagyaráztam díjmentesekbe is többször. Oké? És ha ezt nem sikerül elérni, hogy magas legyen ennek a bolygónak a rezgése, akkor ez a bolygó az univerzum ezen részén útban van. Egy alacsony rezgésű bolygó útban van. És tudod, mit jelent az útban lét? Mint például volt egy bolygó a Jupiter és a Mars között, ami most kis bolygó övezet. És ez a bolygó, ez szét lett robbantva, mert útban volt. Oké? Egy körülbelül föld nagyságú bolygó volt, csak úgy mondanám. Jó? Ha szeretnéd tudni, hogy miért van ez így, nézz utána az előző előadásaim egyikébe. Nem a mostanában beszéltem erről. Szóval a lényeg az, hogy
itt van egy iskola, amit úgy hívnak, hogy Nyílt Akadémia, amit a PPH hozott létre, a PPH-nak meg én vagyok a vezetője, és nekem az a küldetésem, én azért születtem, hogy átadjam azt a tudást, amit tudok, azt a tapasztalatot, amit megtapasztaltam, meg azokat az információkat, amit átadnak. Oké? És ezek az információk, ezek 12 éve jönnek rendszeresen. Érted? És mikor jönnek? Amikor kell. Így van. Tehát amikor szükség van rá. De hát lehet neked hatalmas egód, és azt mondod, hogy te mindent tudsz. Hát ha mindent tudsz, akkor csak megkérdezném, hogy hány olyan fős csapatod van, aki rendszeresen, személyesen részt vesz a képzéseiden. Személyesen. Oké? Jó? Ami annyit jelent, ez megint nem nagy képűség, hanem egyszerűen ezzel mérjük ezt a dolgot. Nem az a követő, aki bejelöli a Facebookon, hogy követő. Érted? Az nem követő. Mert ott ugye van egy ilyen funkció, hogy be lehet jelölni, hogy én követem a Gipsz Jakabot. Nem. Hanem akik tényleg keresik a társaságodat. Érted? Nem egyszer, hanem mondjuk minden héten kétszer, meg egy hónapban mondjuk nyolcszor, ha az, hát nyolcszor, igen. Ha az 4 hetes, az a hónap. De ugye általában egy hónap az 4,5 hetes. No, hát ennyi fért bele a mai délutánban, ugye itt vasárnap, és várunk szeretettel ebbe a közösségbe, ahol észre fogod venni, hogy végre van egy olyan közösség, akik hasonló rezgésűek, mint te vagy, és hasonló dolgokról tudsz velük beszélni. Érted? És nem folyamatosan olyan dolgokról, amire semmi hatásod nincs. Érted? Csak mondok egy dolgot. Sportra milyen hatásod van? Tömegsportra. Meccseredményekre például milyen hatásod van? Politikára milyen hatásod van? Zenékre milyen hatásod van? Filmekre milyen hatásod van? Érted? És az emberek beszélnek dolgokról, olyan dolgokról, amire az ég adta világon semmilyen hatásuk nincs. Tehát persze a hatalom ezt akarja elérni, hogy nehogy már szabad legyél. Érted? Nehogy már ezáltal biztonságban legyél. Nehogy már ezáltal túl hosszú legyen az életed. Hát az a jó, minél kevesebb időt töltesz el a nyugdíjban. Hát gondold végig, annál kevesebbe kerülsz. Hát az a legjobb, ha meg se éled. A hatalom szerint, nem én szerintem, a hatalom szerint. Mert akkor nem kerülsz nekik egy vasúba se. Érted? Az a jó, hogy dolgozz, és nyugdíjba vonulsz, hopp, dob föl a talpad. Azonnal lehetőleg. Ne kerül semmibe. Világos ez? Anyagi világban élünk. Ez az anyagi gondolkodásnak a része. És akkor kifelé mutatják, hát hogy ők milyen szociálisak. És akkor elérik szépen azt, hogy az egészségügyi ellátás az olyan legyen, amilyen. Oké? Lehetőleg ugye, mert egyre nagyobb üzlet itt nálunk is az egészség,
lehetőleg minél többet betegeskedj, hogy minél több pénzt húzzanak ki belőle, de ezt előre megjósoltam, hogy így lesz még a 90-es években. 90-es években leírtam azt, hogy ez így fog működni a jövőben. Hogy az egészségből üzletet csinálnak. És nekik az az érdekük, hogy minél többet fizess. Mert ha nem fizetsz eléggé, tehát például nincs hiteled, és nincs elég pénzed, csak mondanak egy idézetet ebből. Ha nincs hiteled, és nincs elég pénzed az életedben, arra például, hogy az egészségedet helyre rakd, akkor képes leszel arra, hogy az egészséged helyreállítása érdekében hitelt vegyél föl. Még akkor is, ha hitel ellenes vagy. Világos ez? És így fogják adni a hiteleket az egészséged helyreállítására. Érted? Miért? Mert ez a rabszolgásításnak az alapja. Érted? Hogyha téged, tehát elérik azt, hogy függj, a függőségi viszonyt elérik, minél nagyobb a függőségi viszonyod, annál rabszolgább vagy. Oké? Na, úgyhogy lehet gondolkodni, és ugye szokták mondani, hogy nagyképű, azért ugye engem ismernek azok is, akik nem csak előadást tartok, hanem amikor csak úgy beszélgetünk. Az egész másként szokott zajlani, amikor csak beszélgetünk. És ha te személyesen még nem találkoztál velem, akkor úgy, ahogy én nem alkotok rólad véleményt, te se alkoss rólam véleményt. Jó? Majd akkor alkoss rólam véleményt, ha személyesen találkoztál velem. Jó? Mikor ténylegesen megismersz. És tudod, miért vagyok ilyen az előadásomban, amilyen vagyok? Hogy betaláljon. Hogy hát, ha valami betalál, akkor kinyílik a szemed. Érted? Hát, ha. Ha meg nem, nem én jártam így, hanem te. Tehát én azt is megtanultam azt, mármint azt is megtanultam, hogy ha az ember ilyen, nehogy már valaki megsértődjön, úgy tartok előadást, akkor semmilyen változást nem tud az az előadó létrehozni. Világos voltam? Ennyi. És ilyen előadó van bőven. Hogy nehogy már megsértsek valakit. Nehogy már megsértődjön valaki az előadásomtól. Nehogy már úgy fogalmazzak, hogy megsértődjön. És akkor mit csinál? Hát csak azért tartja az előadást. Nem azért, hogy változást hozzon az emberekbe létre, hanem minél több bevétele legyen. Világos volt? Mert ha megsértődnek, akkor nem lesz bevétele. De engem nem a bevétel érdekel, nem tudod mi? Az, hogy minél több ember bekerüljön az aranykorba. Ennyi. A többi nem érdekel. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Hát nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós Nesterkósnak ezt a képzést is. Én életem egyik legjobb döntésének tartom azt, hogy ide kerültem. Én 6 éve tanulok itt Szedlacsik Miklóstól, van mihez összehasonlítanom ezt a tudást és a régi tudásomat. Az a hiány, amit én is éreztem, az a küldetésemmel kapcsolatos volt. Megtaláltam Szedlacsik Miklós, és el tudom mondani, hogy végtelen türelmes, nagyon-nagyon megértő, soha nem utasít.
leghitelesebb ember és tanító, akit én ismerek. És személyesen ismerem, és többet nem is szeretnék erről mondani. Sőt, már igen, és akkor itt kapom a súgást. Igen, az én lányom a Szedlacsik Gergő párja, tehát rokoni kapcsolatba is kerültünk. Akkor már elmondhatom azt is, hogy az én lányom, mikor oda került a Szedlacsik családhoz, akkor még nem volt felesége Gergőnek. Azt mondta, hogy Szedlacsik Miklós nem olyan, még olyanabb. Tehát sokkal megértőbb magánemberként, még amennyivel, vagy a leendő mennyivel is, és ő is ezt megélte. Hát én is nagyon szépen köszönöm Miklósnak ezt a színvonalas előadást. Hát ismét nagyon elgondolkodtató volt. Azt tudom nektek is csak javasolni, akik most nézitek, amit Miklós is mondott, hogy véletlenek nincsenek. Tehát nem véletlenül hallgatsz, nézel minket. Ez azt jelenti, hogy valaki ide irányított a PPH-hoz és Szedlacsik Miklóshoz, és nem nagyon érdemes a teremtőnkkel szembenézni. Tehát csak azt tudom javasolni, hogy hozd meg a döntést, és keressél minket, keressél egy vezetőt, keressél valakit, akinél be tudsz fizetni. Nagyon sokan csak a ingyenes előadást nézik és hallgatják, és megelégszenek vele. Csak azt tudom javasolni, hogy ne elégedj meg vele, mert a módszerek és a tudásnak a lényege az mindig a második részben van, egy nagyon megfizethető áron. 9800 forint, csak az első hónap kerül többen, 19700 forint, mindezért 30 óra tudást kapunk. Most akciósan még. Ja, igen, még akciós. Tehát csak azt tudom javasolni, hogy gyere közénk, szeretettel várunk benneteket. Ha te is szeretnél változtatni, vagy változni az életeden, akkor gyere közénk. Most pedig kócsképzésünk következik. Szünet után, igen. Előtte szünetet tartunk, ezt csak azért hoztam fel, hogyha van rá lehetőséged, hogy meg tud nézni, akkor gyere velünk, és nézd meg az előadást. Önismeret kócs, már nem is. Személyiségfejlesztő. Következik, jó. 30 perc szünet. És ha nincs kedved, úgy érzed, hogy nem érdekel a kínálatunk, akkor nagyon szépen megköszönjük, hogy részt vettél az előadásodon, és 30 perc szünet után folytatjuk. Köszönjük.